Jó reggelt mindenkinek! Úristen! Továbbra sem bírom a koránkelést. De az a jó abban, hogyha van gyereked, hogy többet nem kell ébresztő óra. Jaj, kínomban nevetek. Jó reggelt, anya! Jó reggelt! Neked megint szólt az ébresztő órád? Már reggel, hadd jönnöm akkor! Az Ádin ébresztő óra? Hobbi napot tartunk ma. Jaj, de jó. Jaj, de jó, igen. Én snowboardozni megyek a haverjaimmal, Adél pedig megy lovagolni. És már a teljes szettem is megvan. Oké, de most vagy másodjára lovagolni, vagy harmadjára? Másodjára vagy harmadjára mész lovagolni? Hadjára. Harmadjára mész lovagolni. De már minden szettet meg kell tudni, tehát megvan a sisak, a csizma, vagy nem csizma, tehát én nem, nadrágot, csizmát, mindent megvan. Látom magam előtt egyébként, ahogy a Tina az oktató majd tudod így meglát, hogy Jézusom, ez a lány harmadjára ülésen az egész szettje meg van, mit gondol magára. De engem ez motivál, és különben is te, november óta a szekrényben állnak a snowboard cuccjaid. És most már mi van? Február. Jó, de én már lovagoltam, én már snowboardoztam előtte. Igen, 15 hát évvel ezelőtt. Persze, 15 évvel ezelőtt, igen. Pár éve voltam snowboardozni, ez ennyire nem durva a helyzet. Nem durva, nem durva. Na mindegy. Na, kikeltem az ágyból, pár perccel múlt 7 óra. Én kezdek magamhoz térni. És van egy alapszabály, amit szeretek követni. Ha én felkelek, ha én fenn vagyok, akkor legyen mindenki más is fenn. Szerintem ez így korrekt. Úgyhogy éppen ezért most le fogok menni, és felkeltem a két barátomat, Kingát és Mátét, ők még lent alszanak. Menjünk el snowboardozni, nem tudok mit csinálni, én szívesen hagynám őket aludni, tehát menni kell snowboardozni. Csöndben, papucsoddal csöndben. Oké, csak pillanatnyak a csolja. Lent, ez a... Csöndben, papucsod. Jó, jó, jó. Gyerekek! Jó reggel! Jó reggel! Szevasztok! Hallod, indulunk sielni, vagy nem indulunk sielni? Úristen! Figyelj, itt tényleg nem fogok odaérni. Igyekezzetek már! Én már a lejtőn érzem magam, hallod? Te jobb belesős vagy, vagy balesős vagy? Vagy pont? Én mindkét, hogy érzedik a kettőt. Kapitány kis bugyi. És ebbe az a lehet. Na jó, aludjatok mi meg igazán, amíg hajnalig. Jó, még van idő. Hánykor? 7 óra van. Most, hogy mindenki fenn van, csinálunk egy finom reggelit, aztán pedig indulunk csúszni! Szerintem nincsen tej és tojás, hogy el kell menni a Hildegárdhoz. Akkor elszálltunk a Nathannal, addig kezdjétek el a reggelit. Ápa, itt élnek a lovak! Ott élnek a lovak, igen. Ugye? Igen, igen. És anya is lovagol! Igen, anya is itt lovagol. Na gyere, bemegyünk a Hildegárdhoz. Sípálja, mire elindulunk! Nem túl gyors a csapat. Pakolás, aztán indulunk. Nathan, hozd a sípotokat! Tudom!
Ügyesen? Vagy már nagyon erős vagy. Óriási figura az Adél, konkrétan mindig mindenemet valahova máshova tesz, mint ahol én hagytam. Mindig ugyanaz, de tényleg mindennel, mindennel, soha nem tudod, hogy mit hol van. De mindenet elpakolsz, konkrétan. Soha semmit nem pakolok el. Soha nem pakolsz el semmit. Na most bevallottad, nem pakolsz el soha semmit, látod? Most vallottad be. Most vallottad be, hogy soha nem pakolsz el semmit, most vallottad be. Vigyázz magadra, jó? Azért már a kis isakodat megvetted, azért vigyázz. Okay. Beszállás, indulás, irány, Seefeld. Második alkalom, amikor lóra ülök. Hú, de sár van. Összekosztottam. Elméleti órán már nagyon sok volt. Tele van a füzet. Fejben már mindent tudok. Most hát gyakorlatban is kellene. Bevegyek a hálléba. Ez a lovas hálló. Ezek a magasban! Ezt én úgy ismertem meg, amikor voltunk forgatni egy... Soha többet ne szakíts félbe a pizzát. De amikor te voltál ugye sioktató, biztos sokat vállaltam volt, hogy elestél. És komolyan kérdezem. Volt olyan a tubolya, megbeszéltük, hogy a sílift alatt ott menni, vagy a csajoknak, tudod, a buckás volt pálya, és akkor verettük ezerrel. Akkor még a csajok voltak menők, ne lehet? És sem érzi, annyira szétfejeltem a térdemmel az orromat, hogy így patkokba folyt a vér. A gyerekem. Jaj, azért. A banyámmal jöttem volna, szórakoztatok komolyan, mint ez a gyomorú csapat. Longer, yeah. Really? Yes. Oh, this is the Zügel, Tina. No? Steigbügel. Ja, Steigbügel. Steigbügel. Entschuldigung. Entschuldigung. That's a Zügel. And I'm really afraid of this horse. Dad, you have to be yes. Here. Yes? One, two. Tina! Silét, ez kiért, kiért? Minden megvan, telefon, pénz. Jelzi, pénz nem kell, gyerek. Sikártya kell. Meg bankkártya. A kapitány idejében volt még KP. De most már nem kell. Érinted, az bomb. KP nyugdíjban vonul. De legalább egy gőzgombóc van azon a kártya, haver. Ne izgulj, az a kártya rengeteg túrogombóc van. A túrogombóc. Érzem! Na megérkeztünk, itt vagyunk a hegy tetején, a helyszín Seefeld. 1760 méter magasban vagyunk, és zseniális a kilátás, gyerekek. Az időjárás is csoda, ez maga a pompa, itt azt kell mondjam. Na most azt tudni kell a Mátéról, hogy konkrétan 15 éve nem sielt, ugye? 15? Igen. Kinga meg 6? 5, nem? 5-6? Vérprofi a csapat, igen. Nagyon kemény műsor lesz. Na. A Löpi meg sioktató volt. Még a 60-as évek. 60-as évek elején. Faléccel. Falé, még fal... Röhögzve, bent találtunk faléccel neki. Te még ilyen síléccel tanultál, nem?
Irányítottad a sírjátszod a tegetét. Készen állsz? Készen állsz? A legkészebben! The right shoulder and the left body. She didn't want. Egyelőre nem vagyok még magabiztos. Welcome, people! Mátének, mint a síba, hogyha egy kicsit elgördült volna, nem? Jihá! Na, gyere már, Máté, mi történt a kicsit? Nyomtam egy kis elektrik bugit. Ha nem vagytok éhesek? Nagyon éhes vagyok. Tudom, ott a hűtte. Nem megyünk be kicsit izé? Egy kézes peclére? Mit kértek? Mit tegyünk? Do you want to make a galloping bobby for the first? You go in into the trap. You thanks, Evelina. Tina, this is my third time. Langsam. A little bit faster. Nice. Ha Máté ugrik, én is ugrom. Máté, te vagy az első. Köszi Zéfeld! Ennyi volt innen. Bezártak sajnos a síliftek. 16.30-kor pedig nagyon mentünk volna még. Nem reklám, hanem ajánlás. Store 13 Budapest. Hogyha menő snowboard cuccokat akartok venni, akkor forduljatok hozzá. Milyen volt? Lovagló bajnok, ha? Jó volt, de már nem érzem a lábaimat. Ha ennyi volt a mi kis hobbi napunk. Ha tetszett a vlog, akkor tudjátok, iratkozzatok fel és osszátok meg. Hello!